Sziasztok! Ezt a videót azért töltöm fel a YouTube-ra, hogy ha nem tudjátok megcsinálni, akkor segítsek rajtatok, mert én is nagyon sokat kellett gondolkozzak, hogy meg tudjam csinálni, és aztán valahogy rájöttem, addig minden próbálkoztam, míg sikerült. És ajánlom mindenkinek, hogy ezt a videót megnézze, mert nagyon érdekes. Először felszedjük mindent, amit kapunk, és úgy gondoljuk, hogy szükségünk van rá. Akkor a tyúkot is fel kell emelni. Oké, ezt felállítjuk. Felszedjük a patákat. Most megetessük a lovunkat, hogy érezze is jól magát. Egyébként ez nem kötelező. Rendben, ha ezzel kész vagyok, adhatunk neki vizet, meg bármi. Jó, ezt becsukjuk, és bejövünk ide, és nagyjából itt kezdődik a játéknak az a része, amit szerintem sose tudtatok megoldani ideig. De ezt a videót azért csináltam, hogy megértessem veletek, hogy kell ezt megcsinálni, és örömet szerezzek, hogy megtudjátok. Akkor ide felkattintunk, és itt meglátjuk, hogy hogy kell kiégetni a patát. És akkor, mikor ezt jól megfigyeltük, akkor meg is lehet csinálni. És ugye azt írta, hogy 01, 0, 2, és megint 0. És most kinyitjuk, és lássátok, piros. Felforraltjuk. Ízzik. Akkor itt megkalapáljuk, megformáljuk, és itt is ugyanezt megcsináljuk. Zérós, egyes, zérós, kettes, zérós. Ha netántán rosszul írnátok be, rosszul választanátok a fokozatot, nem lesz piros, nem fog ízni, nézzük csak meg. Tehát mondjuk csináljuk azt, hogy 1-es, 2-es, 1-es, 0-os, nem lesz jó, és akkor nézzétek meg újra, és csináljátok úgy, ahogy itt a videóban van, és ahogy ott írja. És ha így csináljátok, akkor nézzétek meg újra. És ez nem függ attól, hogyha mondjuk kétszer elrontottad, akkor már sose lesz jó. Akárhányszor elrontott, úgyis, ha úgy csinálod, ahogy kéri, bárhány, akárhányszor elöntöd, a végre jó lesz. Rendben, akkor ezeket most ide beillesszük. Nem biztos, hogy mindegyik oda fog találni, ahova egyből illesztitek, de kell próbálgatni. És akkor itt megcsináljuk azt, hogy lássátok, ilyen forma legyen, és akkor itt a csillagok végzik a dolgukat. Kivesszük innen a követ. És akkor azt is forraljuk. És ez a lap azért kellett, mert a kőnek itt írja, hogy mit kell csinálni. 0, 2, 1, 2, 0. 0, 2, 1, 2, 0. 2, 1. 2, 1, és most piros lett. Kivesszük, kalapálunk, és lássátok, milyen gyönyörű lett belőle. Akkor ezt most már becsukhatjuk véglegesen, mert nem lesz több dolgunk. Akkor ide jövünk a dolgunkhoz, cserégetjük oldani a vizét, és akkor ezt ide behetjük. És alul át fog változni. Ugye milyen érdekes? Rendben. Adjunk neki murkot. Becsukjuk, hogy nagy elszökjük, tiszta véletlenül. És akkor megjelenik itt a csillag. Rákattintunk. És kapunk egy lapátot. A lapáttal merünk zabot. És
most már is visszük a lovunknak, hogy megetethessük. Megeszi, és a többi már az ötöm. Ennyi volt a videóm, és remélem, hogy nektek is sikerül, segíthettem a játék megoldásában, és jó szórakozást nektek. És ajánlom, a többi videóimat is nézzétek meg, sok játékban segítek, amit nem tudtok megoldani tiszta magatokra. Köszönöm, hogy néztétek a videót, és nézzétek máskor is, mert még lesz sok videó. Sziasztok!